Na, 11% győzelmi rátám van azzal, hogy ügyök a seggemben, mert a Spaceport OP. Research complete. Hát hát az early game itt még lehet. A fekete lyukamat nem vihetitek sehol. Mi csinálsz? 2500 az ő fakker. Én megint matekozom. Kata a Streber kaptárelme. Egy más kaptárelme szintén csak küldeni oda egyesével a lényeket, amíg bele nem fulladnak a vérbe. Persze, hogy elveszítem a 9-es single. És elt... Hát ezt nem hiszem. Mi retreateltetek? Most ilyenkor állandóan? Tehát nem tudom, hogy hogyan lehet ezekkel csatázni. Menjek az anyabolyók, az akkor meg ők eljönnek szerintem az enyémhez ezek után, mert ez röhelyes. Na, hagyjátok, hogy elkezdek veletek harcolni, vagy nincs? Úristen, harcolunk, ezt el sem hiszem. És el is menekültek a gyáva férgek. De most már legalább ki tudom őket űzni a területemről. Ez aztán a paródiája egy háborúnak. Na, pusatok el megint. Férgek. Construction complete. Akkor itt sokkal a destroyerre van szükség. Construction complete. Situation log updated. Situation log megint én állok nyerésre. Csak a határaim egyre mennek össze. Ez egy évszázadig tartó háború lesz szerintem, mert addig nem fogom vagyni, amíg nem 100%-ozom le őket, ami elég. Mondjuk a kutatásom az eléggé nulla. Emlékszem, amikor 20 valamennyi science vagy fizikám volt? A 30 kata. Most van 15. Megint úgy támadnak, hogy nem szóló a játék. Tehát nem fogok semmi értesítést kell. Mennyi mindent elvesztek, mert nem érünk oda egyszerűen. Hát a szét is tudjuk a bányáimat, nem tettek semmit. Igazából csak energiát tudnak szétenni, bár abból meg kezdek szorulálni. Hogyha győzök, akkor enyém lesz a bolygó, és akkor mindenkit felfalunk? Igen, az így megy. És akkor a bolygóval mi lesz azután, miatt mindenkit felfaltunk, ki lesz? Szerintem a tiéd. Igazából fogalmam sincs, hogy az, hogy működik, mert sose voltam még kaptárrel. Oké. Megszűnt egy civilizáció, ezt összehoztad. Indítottam meg is állítottam, hogy megnézem, mi történt. Remélem, nem haragszol. Húha! Megnőttem. Igazán? Hát ézrem. És mi történik a bolygón? Mindenkit megölünk. És lesz a drónod, vagy utána elveszted a bolygót? Tessék? Lesz utána a drónod, vagy mi lesz? Nem tudom. Nem tudom, mi lesz. Hát 10 év kell, amíg kiírtam őket. Hát most kipróbáltam, hogy ez így milyen. Talán meg tudok küzdeni a másik szarevővel is. Addig sem vagyok annyira negatívban, I guess. Fizikám jelenleg a leggyengébb minden technológiám közül. Azok korábban a legerősebb, de ennyit akkor a rassomról. Anyátok. Tehát egy lövés nem dörül el, és el tudnak futni valamiért. Nézzük meg megint, oké, akkor azt a bányámat is elveszítem. Jéj, harc! Blorg Body Pillow. Chemical Bliss. Body Pillow. Bedrogozod a... Bedrogozod. Oh! Oh shit. Event Horizon-os szövege van, csak nem szemek, hanem helyette bőr. Where we are going, we won't need skin to feel. Emlékszel, hogy where we are going, we won't need eyes to see. Emlékszel arra a jó kis filmre? Persze, hogy emlékszel. Na, szeretnének békint a kis kutyák, de nem kaptok. Megtámadom a főbolyók a drukkoly. Meg is sok minden elcsikült felhalmoznom. Épül a megszálló hadseregem is. Nem tudom. Alien spaceport engaged. Na, sok mennyit érek a rakétáikkel van. Hogy az? Uff, annyira talán mégsem lesz jó. Oké, egyáltalán. Basszus. Leszedi a korvettjén. Igen, mert a korvettek előre rohannak, és a destroyerek nem tudják leszedni a rakétákat így. Szóval kb. Minden korvettel elveszítem.
És az admirálisom drogfüggő is tett annyira szarul ment a csata. Oké, akkor nem tudok spaceportokat beszedni. És ez megint adott a mindenemet a békasággal. Mirom, hogy időközben se lehet követeléseket módosítani. Régebben lehetett early game-mel jelni. Szerintem azt mondom, hogy végigpusztítom mindenüket, amik csak van, és utána fehér békét kötök, mert ezt tényleg nem fogom megnyerni, plusz elkezdtek éhezni a lakosaim valami. Aztán majd, hogyha felfalad a szomszédaimat, akkor esetleg ki fogok szabadulni. És semmi nem maradt ebből se. Szerintem miután megettem őket, fogok változtatni, és nem. Nem, mert el tudod mondani, hogy többé nem lesz a kajás. Igen. Amúgy így is kiírtad őket. Kaptáremékben nem élhet más, mint kaptáremének a drónjai. Hogyha nem lennék divorunk volna, akkor tudtam volna neked segíteni. Így is tud segíteni, ha megtámadod őket. Találkoztam még egy kereskedővel, hogy nem tudok már semmit csinálni. Csak át kéne menjek az izéken, az S-banokon, de nem tudok. Hát ahogy gondolod. De nem szorulok a segítségedre, te mocskos idegen. Jó van. Most tudom, mi vagy. Nem sértődök le, nem. Nem, nem fogok kiirtani, nem. Ennyire faszán belegyek dobozolva, az valami lenyűgöző. Nem lenne szomorú, még nevetnék is. Na, menjünk pusztítani. A háborúnak annyi eredménye van össze-vissza, hogy én vesztek területet és semmit. Az általán épített bányákat rombolok le éppen. Ja, meg szarrában be azok pár bolygót, szóval azokon ücsörök majd pár hónapot, remélve, hogy kiírtok néhány lakosokat. Semmi más célom nincsen jelenleg, csak népírtás. És még csak nem is titkolom. Hát úgy kell. Vagyok, hogy egyet értünk. Csak azt sem, hogy Armageddon bombázási módom nincsen, mert nem vagyok fanatikus tisztogató. De lehet arra kéne most ráállni. Ezt hozzá kidadodom. Gyerünk, bombázatok durvábban. Olyan az 1900 fős flottájuk, és akart még egy formázom. És vehet a kapcsolatot egy még egy őrült birodalommal. Rám küldtek egy 2000-es erősségű flottát, ez mit szólsz? Már elvileg meg kéne tudnom őket verni. Elvileg. Aztán ki tudja, már csak megnézem, milyen a kohajók. Nem fogom, mert ott áplazmára állt. És az erősebb birodalomhoz hozzá se tudok élni, most már erősebb is nálam. Science ship under attack. Construction complete. Situation log updated. Rákényszerültem a békeket is, mert túl nagy lett a flottájuk és széttötték volna. Most először széttöttek volna egy űrkikötőt is. Megsenyésztem, mennyi ideig tartott a háború? Jó pár év, az biztos. Semmit nem értünk vele. Azért nyomoltam rendesen ezt a... Éppen azon gondolkodom, hogy megreformálom magamat egy oligarchiával. Vagy demokráciával. És a Citizen Service-be vezetem, és akkor az plusz 15% naval capacity még. Ez volt csak az a kérdés, hogy melyiket, melyikre szavaznál, demokráciájának mostantól választási, vagy oligarchia? Melyik kisegít gazdaságilag, nem tudom, hogy ezzel arra akartam rákérdezni. Szarul nagyon. A nacionalista cuccot azt életben akarom tartani, akkor is, hogyha egy miningért lehet, hogy jobb lenne a mineral production miatt. Csak a határok érdekében, mert hogy most így gondolkodom nagyon, hogy és azt a rendszert is választottam. Remélhetőleg visszaszerzem majd, de nem akarok csak, hogy kellene altárak jobban, mint a plusz minerál, amivel amúgy tudok mit kezdeni, hogyha ki a maxol flotta. Szóval csak a Warrior Culture-t, amit adtál nekem nagyon hasznosan, semmire nem lehet használni, de sem egy Citizen Service-re. Majd ugyanaz csak 250 points. Minerálra van szükséged? Mindenre van szükségem, mindent tudnék használni. Csak oligarchia legyen vagy demokrácia, ennyi a kérdés. Legyen egy klasszikus demokrácia, megbuktattuk a Supreme Leader-t. Situation log updated. Most már konzul a neve. És lesz választás is. Orbital research-okat kell építenem. Nem buktattuk meg, csak demokratikus, tehát ugyanaz a vezetőm van. Csak nem hiszem, hogy élni fog még 10 évet igazság szerint. Azon gondolkozom, hogy lecserélem a divorring. Te is akkor nyugodtan most forradalmasíts. De nem azért, hogy ezt neked segít. Segít az, ha szeretnél, csak RP szempontból milyen okod van rá?
Nem tudom, mert te is segítesz nekem azokat kipucolni. Nagyon szimpi vagy. Vannak. Végül is ugyanazok a ellenfeleink, szóval hogyha megreformálod magadat, akkor szövetkezhetünk az ellenségeinkkel szemben. Szóval ez egy jó. Ha most már csak egy állat vagy, és akkor mondhatjuk azt is a lore-ban, hogy azzal, hogy felfajtad a skill donokat, vagy skill darikat, átvetted úgymond a tudásukat, és most már nem csak egy állat vagy, hanem rájöttél, hogy ez a galaxis, ez többről is szól. És ahhoz, hogy életben maradj, életben maradhass, fejlődönt kell. Mit szólsz? Jó sztori? Mennyire jó a research, hogy plusz egy research alternatíva? Az nem sokat jelent. Az annyi, hogy többféle kutatásból válogathatsz. Nem tudom, mi legyen. Mi az, amiből hiány szemed, hogy mi az, amiből nagyon erős vagy. Fogalmas is, hogy miket alkalmazhatsz, szóval... Nekem azokat nincsenek. Plusz 15% nivel capacity, az jó lehet. Ja, én is azt vettem. Most már lehet 45 hajóm is. Mennyi minerál kéne? Nekem? Minerálom most van elég, köszönöm. A termelést mondtam, hogy azt kell újraélesztenem. De... Mert amúgy most már akkor máshogy? Igen. Strength of Legions, az mire jó? Azt miért nem cserélted le? Mindegetet lecserélted volna ugyanolyan az áron. Igen, tudom, csak nem találtam mást, amire lecserélhettem. Oké, akkor továbbra is egy harcos izé maradsz. Milyen a viszonyunk, Barry? Neked kell amúgy energia? Energiából van 65, de termelek 10-et, és minerálból van 7400, és nem tudom, mit csináljak vele. Gondoltam, hogy odaadom neked, ha segítsek. Adhatsz, hogyha gondolod, akár 1000 cserébe is. Ott most költem, közöttem még minerált. Tehát én el fogom tudni használni, amiatt ne aggódj, csak azt mondtam, hogy nem vagyok különösebben éhes, de adhatsz, neked nem kell épp. Yes. Semmi, csak jó sok, akkor építek még 3 hát, construction shipet. Oké, okay, köszönöm szépen. Akarom, aha, nagyon felpörgetek most mindent. Köszönjük el. Szívesen. Indítatom? Nem, menjek aludni. Sípolsz. Szia. Szia. Guten Abend. Ja.